és a külügyminisztériumnak a kollégáit és mindazokat az embereket, akik dolgoztak ezen. Ide érteném Németh Zsoltot is, remélem nem okozok nekik ezzel problémát. Azt gondolom, hogy valóban jól végezték a munkájukat, és mindenféleképpen köszönet illeti őket. Ezt nem tudom elmondani a miniszterelnöknek a munkájáról. Valóban eredmény az, hogy az integrált EU-s stratégia, energiastratégiába tudtunk előrelépni, az EU jogalkodási kérdéseiből 11-ből 9-et lezártunk. Ez előrelépés, a Duna stratégia, a Roma stratégia egészen biztosan fontos előrelépés. Ehhez kell majd a hazai gyakorlatot is alakítani. A gazdasági kormányzásnál örültem volna, hogyha a néppárti frakció legalább nem kezdeményezi a módosításnak vagy a végső szavazásnak az elhalasztását, de így is egészen biztosan siker, amit majd a lengyel elnökség tud tulajdonképpen ennek a végére egy pontot tenni, és siker Horvátországnak a csatlakozása is. Ami nehézség és talán negatívum, ez a schengeni megállapodásnak a kibővítése, bár ezt hozzá kell tegyen, nem rajtunk múlott. Az Euro Plus paktumból való kimaradást hibának tartom, illetőleg azt is sajnálatos dolognak tartom, hogy ebbe az egyeztetésekben nem vonták be az országot. Ugyanezt mondanám el a Líbia események rendezéséről. Gond és probléma azt szerintem a keleti partnerségi csúcs, hogy nem Magyarországon kerül megrendezésre, és azt hiszem szerencsés, hogy Matolcsi úr a Magyar Konvergencia programot érintő kritikákra reagál. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagy történelmi lehetőséget a sok szakmai siker mellett elszalasztott az ország, ez az pedig, hogy a magyarországi nemzetközi politikai presztízsünk nem nőtt, hanem csökkent az elmúlt időszakban. Ez egy történelmi lehetőség, hiszen hogyha erősödik az ország nemzetközi respektje, akkor bizony a nemzeti érdekeinket is könnyebben tudjuk és jobban tudjuk képviselni, hiszen akkor még több baráttal és szövetségessel fejezzük be a soros elnökséget, nem pedig adott esetben kritikusokkal. Folytatódott az ország elszigetelődése és romlott a jó szomszédi viszonyunk is, amit mindenféleképpen károsnak tartok. Hogyha az ellenkező irányba indulnak, abba továbbra is partnerek leszünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Most miniszterelnök úr viszont válasza következik. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnök úr, szeretném megköszönni először is a hozzászólásokat, és utána néhány felszólásra szeretnék röviden reagálni. Az MSZP vezetője azt mondta, hogy folytatódott Magyarország elszigetelődése. Tartottunk néhány tucatnyi miniszteri csúcstanálkozót, néhányszor itt járt az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke, az Európai Parlament elnöke. Néhány nap ezelőtt itt volt Kína miniszterelnök, a héten érkezik az amerikai külügyminiszter. Ezt hívja ön elszigetelődésnek, kedves képviselőtársam. Az MSZP vezetője joggal kéri számon, hogy néha mi is tehetnénk, gyakorolhatnánk gesztust az ő irányukba. Tisztelt képviselőtársam, azzal tettem gesztust az MSZP felé, hogy nem beszéltem az elnökségi felkészültség állapotáról, amit megörököltünk. Mire képviselőtársammal egyetértek, hogy ez egy óriási lehetőség volt Magyarország számára, mármint ez a fél év, és hogyha higgadtan utána számolunk, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy legközelebb 14 év múlva jut Magyarországra az a munka, hogy ellássa az Európai Unió tagállamainak vezetését. Én egyetértek önnel, Mille képviselőtársam. Nem azt mondtam, hogy a magyar elnökség hibátlan volt, csak azt, hogy sikeres. De ezt az álláspontomat tartom is. Idillie a kép utalt ön arra, hogy valamikor az év első negyedében a magyar kormány azt kérte önöktől, hogy záruljuk a magyar költségvetés mint egy 1%-ának megfelelő összeget a nem előre tervezhető gazdasági nehézségek miatt. Az a kérdés tehát, amit ön föltett, hogy most fényesek-e a kilátások vagy homályosak, mindenképpen választ igényel. Hiszen a magyar kormány azt kéri önöktől egy törvény előterjesztésben, hogy ezt az árulást erre az évre tekintse véglegesnek a tisztelt ház. És erre szükség van, sőt lehet, hogy még többre is szükség lesz, tisztelt képviselőtársam, mert a helyzet úgy áll, hogy most nem az európai gazdaság állapotáról számoltam be, hanem a magyar elnökségről. Ha az európai gazdaság állapotáról kell beszélni, akkor az egyetlen ok, ami derül átásra ad okot, az az, hogy kitartóan harcolunk.
ugyanis a helyzet az több, mint aggasztó. Tehát nem szeretném a képviselő társaimat abban a helyzetben hagyni, hogy illúziókban ringassák magukat, az európai gazdaság nagyon komoly bajban van. És ha önök kinyitják a mostani világgazdasági elemzéseket, akkor azt fogják látni, hogy a világgazdasági elemzések középpontjában annak a kérdésnek, arra a kérdésre adott válasznak a keresése áll, hogy az a válság, amit most a nyugati gazdaság átél, nem globális válságról van szó, ne áltassuk magunkat, ez a nyugati gazdaság válsága, hogy a nyugati gazdaság válsága az vajon egy ilyen elalakú folyamatot ír le, tehát leestünk és stagnálni fog a helyzet, ez a Jobbik forgatókönyv, a másik, hogy ilyen dupla V alakot fog majd ölteni, tehát kicsit visszajöttünk és megint vissza fogunk zuhanni, még az is lehet, hogy mélyebbre. És ha önök ezeket az elemzéseket világosan olvassák, készülnek azok a világ bármely komolyan vehető intézményének a műhelyeiben, akkor azt fogják látni, hogy a kérdés nincs eldöntve. További zuhanás vagy stagnálás, ez a kérdés áll most a nyugati gazdaság előtt. Természetesen ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy a nyugati gazdaság képes lesz jó válaszokat találni, és visszatérése a nyugati gazdaságot megrázó válság előtti szintre, legyen szó életszínvonalról, vagy éppen termelésről, nemzeti össztermékről, ez bekövetkezhet. Ezt ne zárjuk ki. De ma az egész világon mindenki ennek adja a legkisebb esélyt. Azonban én azt mondom, hogy ez nem ok arra, hogy mi pesszimistákká váljunk, nem ok arra, hogy mi feladjuk annak a gazdaságpolitikának a végrehajtását, amitől azt reméljük, hogy a világgazdasági változások ellenére is képesek leszünk arra, hogy a magyar gazdaságot a növekedés pályájára állítsuk, és azon tartsuk, hogy növekedjen a magyar nemzeti össztermék, hogy egyre több munkahely jöjjön létre Magyarországon. Tehát én kifejezetten egy olyan gazdasági stratégiát javaslok az önök számára, amikor majd a következő évi költségvetés alapjait megvitatjuk, gondolom erről szót is váltunk egymással, egy olyan gazdasági stratégiát, amely őszintén szembenéz azzal a ténnyel, hogy a bennünket körülvevő világ, amelynek gazdasági és politikai szövetségesei vagyunk, nagyon nehéz helyzetben van, onnan külső segítségre nem is számíthatunk. Ha tehát előre akarunk jutni, akkor egy olyan gazdaságpolitikát kell kitalálnunk, amely a széllel szemben is sikeres lehet. Ezen dolgozunk. Én azt kérem önöket, hogy legyenek kedvesek, és a világgazdasági széljárással szemben haladó gazdaságpolitikának a sikeréhez járuljanak majd hozzá, amikor a tisztelt ház elé kerülnek előterjesztések a kormány részéről. Tehát azt kell mondanom, tisztelt Müller képviselőtársam, arra a kérdésre most akkor idillie a kép, vagy nem. A magyar elnökség sikeresen teljesített, az európai gazdaságról lefesthető kép, az nagyon messze van az idillitől, sokkal inkább sötét árnyalatokkal megrajzolható festmény ez most. Fölvetette Müller képviselőtársam a schengeni ügyet. Elvégezte Magyarország a munkáját, vagy nem? A mi munkánk az abban állt, hogy a románokat és a bulgárokat abba a helyzetbe hozzuk, részben a bizottságon keresztül, részben kétoldalú kapcsolatokon keresztül, hogy ők tisztán álljanak az Európai Unió színe előtt, és azt tudják mondani, hogy Románia és Bulgária minden munkát elvégzett, ami ahhoz kell, hogy a Schengen övezet részévé válhassanak. Jelentem, hogy ezt a mondatot Románia és Bulgária ma elmondhatja, sőt, el is mondta, mire az Európai Bizottság azt a választ adta, hogy igen, ez így van. A probléma abból áll elő, hogy most vannak országok, amelyek további, később támasztott feltételeket kérnek számon a románokon és a bulgárokon. Amit én személy szerint kifejezetten ellenszemvel fogadok, nem értek vele egyet, és nem tartom tisztességes eljárásnak. Ezért van az a különbségtétel, hogy Románia fölkészült, Bulgária fölkészült, elvégezte a munkát, készen a csatlakozásra, de, és a mondat úgy folytatódik, de még könnyen lehet, hogy újabb, utólag támasztott föltételeket kell majd teljesíteniük. Én egyébként nem is rejtettem véka alá a miniszterelnöki csúcs találkozón a véleményemet ezzel az üggyel kapcsolatban, és világossá tettem, hogy néhány országnak az Unióban el kéne döntenie, hogy most mitől tart. Attól tart-e, hogy Románia és Bulgária az Unió területén kívülről érkezőket a határnál nem tudja megfelelően ellenőrizni, vagy maguktól, a románoktól és a bulgároktól. Ezt el kéne dönteni, mert ennélkül nem tudunk a csatlakozásról szóló végső döntést hozni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, de azt talán mindenki belátja, hogy az nem Magyarország dolga, hogy ezeket az államokat, amelyeknek a mérete nem jelentéktelen az Unión belül, nem Magyarország dolga, hogy ezeket az országokat rávegye arra, hogy változtassák meg az álláspontjukat.
Mi csak a munkát tudtuk elvégezni, amit mind a románok, mind a bulgárok rögzítettek is, és megköszönték a magyar együttműködést. A keleti partnerség ügyében azt szeretném mondani, hogy korábban is elmondtam már, hogy alibi találkozókra nincsen szükség. Az első keleti csúcs, a keleti partnerség csúcs, most így utólag már nyugodtan kimondhatjuk, nem volt sikeres. Az néhány évvel ezelőtt történt szintén Közép-Európában, és üres volt, egy alibi találkozóvá silányult. Semmi szükségünk ilyen találkozókra, mert ezzel rontjuk a keleti partnerségben résztvevő 6 ország esélyét az uniós csatlakozásra, illúziókat kergetünk, és én egy alibi európai csúcs kedvéért valóban sosem fogom támogatni, hogy fölforgassuk Budapest egyébként nyugodt kiszámítható életét, és csak azért, hogy egy üres diplomáciai lufit engedjünk föl, azért napokra megbénítsuk a saját életünket. Egyébként ráadásul az is kiderülhet még, hogy ennek a, miután az európai naptárba valóban nem fért már bele ez a rendezvény, ennek a halasztásnak még lesz jótékony hatása, mert kezd kirajzolódni egy olyan közép-európai munkamegosztás, amely meghatározza, hogy kinek milyen irányban van elsősorban bővítési missziója. És persze én támogatom, hogy Ukrajna közelebb kerüljön az Európai Unióhoz, fontos, hogy ez Moldáviával is bekövetkezzen, de a dolog az úgy áll, hogy Magyarországnak a missziója bővítés szempontjából mégiscsak délkeleti irányban van, és ha ön megnézi, hogy ki más foglalkozhat még ezzel a kérdéssel, olyan történelmi tapasztalatokkal és ismeretekkel fölvértezve, mint mi, akkor azt kell mondanom, hogy rajtunk kívül szinte senki más. Tehát Magyarországnak elemi erkölcsi kötelessége és politikai érdeke, hogy a következő körben Bosznia-Hercegovináról, Montenegróról, Macedóniáról és Szerbiáról beszéljünk, és az ő csatlakozásukat próbáljuk meg fölgyorsítani. Ez a magyar misszió a következő évtizedben az európai külpolitikában fölfogásom szerint. Tisztelt Balczó Zoltán képviselőtársam, engedje meg, hogy annyit mondjak viszontválasz gyanánt, hogy kérem önt méltányolja az új magyar alkotmánynak azt az egyértelmű szövegezését, amely arról szól, hogy mi bizonyos döntéseket vagy döntési jogokat, azokat Brüsszellel együtt gyakorlunk. Nem adtuk át, nem mondtunk le róla, hanem együtt gyakoroljuk. Az új alkotmány szövege egyértelműen a nemzeti szuverenitás alapjára helyezi a Magyarország és Európai Unió közötti kapcsolatokat. Ön már a bizottság ülésen, amikor volt időnk mélyebben beleásni magunkat néhány szakmai kérdésbe, akkor is felvetette ezt az összefüggést, hogy szuverén marad-e a magyar parlament akkor, a költségvetés megalkotásakor, hogyha egyébként már a költségvetéssel szemben érvényesítendő elveket, bizonyos értelemben irányokat Brüsszelben kijelöltek. Ez az önre észre egy teljesen jogos kérdés, amire én most is csak azt a választ tudom adni, amit akkor adtam ott. A mindenkori kormánytöbbség felelőssége, hogy Brüsszelbe előterjessze azokat a javaslatokat, amelyeknek a szellemében úgy érzi, hogy itthon majd meg fogja alkotni a költségvetést. Ezt az összefüggést tehát a saját nemzeti érdekeink és a Brüsszelben követendő politika között, ezt az összekapcsolást a kormánypárti többségnek kell elvégeznie, és mi erre a feladatra vállalkoztunk is. Ugyanakkor szeretném, hogyha a Jobbik frakciója érzékelné annak a nagy jelentőségű, legalábbis kontinentális jelentőségű változásnak a súlyát, talán ez nem idegen attól, amit önök időnként képviselnek a gazdaságpolitikában, amely most lezajlik Európában. Ugyanis azzal, hogy az a bizonyos intézmény, amit most Balczó képviselőtársam kritizál, az európai szemeszter, amely előírja, hogy a költségvetéseket előre középtávon látható módon össze kell hangolni, sőt ennek a hátterében a nemzeti reformprogramok összehangolása, amit Európa 2020 néven ismerünk, ezek a jelenségek mind arról szólnak, hogy az Európai Unió belátta, hogy csak piaci koordinációra nem lehet sikeres gazdaságpolitikát építeni. Európában megszületett az a fölismerés, hogyha csak annyit mondunk, hogy szabályozzuk a piacot, a piac meg tegye a dolgát, és abból kikerekedik valami, aminek mindannyian az előnyét fogjuk élvezni, akkor rosszul látjuk a helyzetet, és téves gazdaságpolitikát folytatunk. Intelligensen, nem megtagadva a korábbi fölfogást, nem vállalva a konfliktus másképpen gondolkodó térségek vezetőivel és gazdaságpolitikusaival, de az Európai Unió elkezdte a mondjuk úgy liberális piaci koordináció kiegészítését nem piaci természetű gazdaságpolitikai koordinációkkal. És mi ennek vagyunk a része? Szerintem ez a gondolkodásmód, hogy ilyesmire szükség van, ilyen típusú tervezésre szükség van,
ez az önök gondolkodás módjától, amit abból én eddig itt a tisztelt házban megismerhettem, nem áll távol. Ezért kérem önöket, hogy fontolják meg, hogy föltétlenül csak kritikailag kell önöknek viszonyulniuk az európai szemeszterhez és az európai 2020-as tervekhez és a költségvetések összehangoláshoz, vagy van ebben esetleg valami, amiben mindig ért találhatnak. Tehát, hogy tisztelt és ügyeim, úr, az jó hát volna lett volna, hogyha a utalmást és közi nemzetközi pénzügyi tervezettel támogatja rossz magyar gazdasággal politikák politikáját néhány hónap néhány előtt, de ezt nem hitték. Hát ki ezett fejten a vehet legsebb menstakon tilt a banztakó elmukadó ellen, a múlti adó ulti ellen kell, az ócsok adó réseken ellen, hogy ítő nyugdíj összes de felsámol, hogy ellen néhány csak néhány mód dolgot mondja. Csak utána ezek után azt mondani, hogy mondanunk nekünk, mert az AMK politikvetők kövesák gazdaságán politikán van, de szerint a kények figyeljük emek a hagyást. Kívül azon kívül még csőt a képviselőtársam is érne arra, hogy emlékemesen nem kezdtene, mert az AMK-ször is többször is nyílt mondta is elhetné, hogy szereljük, hogyha új ketvetelek fölvennénk tőlük. Szerintem, ami egy épé színemes is nukság ezt. De csak fog a mi funkciásuk szerint a gyors, aminek lehet legy, a saját lábát lálára kell tennia. Tehát mi nem áll, nem mahatunk lábás lábán, nekünk, ha hűnkség szükség pénk van példénzre, rából korénk vitelet és örleszjából céljából, akkor mi akkor nem azért kell mehetünk szemzett más tervek közül kezdetek, akkor mert akkor az vagy, hogy mondani, hogy igen, tehát de nem hangkodik a vadó, igen, igen, nem tud, de a múlcik adó tiad, igen, enkor de a nincs valás számúdítva nyugdíj és ősnek nem tolhat tovább. Ez a magyar értnek az osztán, de azért ki meg, hogy a pihenjen a piacra, és a mindenkori nemzetiság gazdasági piac pénzből, szó egye vezokat föl az elek a hit, melyeket amiként egyébként mi saját sérhetődésség szükségesek. Kult, én ezt is kérdek, Tom, ha erre ne tudjunk, én vagyok, akkor pesek gazdas, nincs gazdasági függetlenség, akkor nincs milyen szint semmiság a bacs kart, kiszól a kutatottságát a bacságban. Ilyen ezért is milyen ösre, a anyaim személy magyar szerint még ország nem egyszer lép fog az új és az már alkotott helyzeg és a olvas, abban is megítja az állhat garantokat a kataciáket, amelyek eddig megvédem be magyar arekettól, bárhogy a kormányok mányuk, és ilyen erejére te is je magyarom ét még ország, amelyre jogozít hágítasmetlen függetlenség. Itt az a kiömbrés kérd, ami itt én érzintét és szintet sűj, pontos a jogság adóvitem rá, sem most ez is tanfő. Nyíltette a övete vasaszt a javaslatot, magyar, hogy már ki ország érje korábban elő kormányzó korátalak át, 20-8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 0-
Arra, és magyar kérem köz magyar ménybelem, elvaslata jutatot, és neki vagy ha eljebb, akkor lehet, hogy határ sincsen tektől neve. És hamilúzió illúfokat venni elte. A pillanatban, ahogy egy adban fák gyorszati fölve adós az látottság és én emezés kérdését, a nap abban pillanatban reérd, hogy rogazd a gazdaság. Ezért nézd rögó meg görhely szaktöték. Rögó görban szágszer kénytizán privatizáció nem közizetlenül el alazés. Ezt hogy azt akar ebben az alakjában az ország, hogy tisztelt uraim, és hogy ehhez majd negőren megmegúzott maradásra néhány év hatig tárgyagyunkat, csak a csomert nezért letjük, nem fizetem az állágotosság, és erre estél miatt a csikem gazda magyar utánságú, na, lett kül nem zellenzi el csalakjözés, szert kénytizált privat lehet, szóval az elegyek, ezért csinkezik, náljuk, azt szeretem, hogy visszaasztjuk jobban, a mód, az állam más, és mondjuk irány megyünk is, mert az még lőjük, hogy gondoljuk, hogy vannak olyan döntek, vagy ebben a gazdaságban, amelyeket amennyi két állam kell többen nyilván tartani, de kérdezik, hogy egyében, hogy az egyébként emberek is biztáták, hát az tehátság adót tud az és emez fölvének se, és az, az pont ezért ellen kell fog rányba kell vennünk. Ezért kérem, én arra hogy önök ezt tegyék, ne ég, majd nagy tudom, nagyon meg nehéz menni, békén is, sőt, ne békén meg együtt, csak én kell ég gondozol a galatta, hogy a lábban korán lett a fölvágóság vita, vissza kell fizet fizetni. Lát, nem hangatok olyan megpozdását lehetik a egység rossz Magyarországon, amely nem, ne akarja fizet visszatetni lábban a korán a fölvágóság adósokat. Kérdés az, aki kor, hogy mikor, itt ilyen üselésezés mondom, és azt mondom, hogy marad el hamar a jobbnál. A fink étaire elér adó az atóság megszvalódás kadul helyez el hely állami átten új szint úgy mindjárt otthon a tagyomád családban mindenki mi meg az kormány önkor úgy azatban teszen ezt ki. Az ad, mert tág egy dósin szipétjú vagy sajnos amis felé nem fia nyomt, ha pénzülünk nem tört csúszi vagy elzza el. Tehát mind ezért hamar nél hagyunk ki, vagy képesek szabad megszidulni, annál annál túl inkább gyúkzaság a gazdatikák, hogy emberek az érdekkel kérdét magán szolgálni. Ráadásul nyilván most az ön is van a gondolatban, gondolat, hogy határ meg az én gazdalkodás gondolok a gazdasomat a folytaságáról. Mely úgy is emezik, hogy hangszág egy ortfajtot két lehet a mód igát leigázni, kardakkal, meg alságadósággal. Tehát, ha talóban ön valóban nem magyar nemzet, hogy a remes a magyar vagy beregszálltságát fogolja párt. Segít, ha se akarja szenni a klatság, szabadszolat, akkor a remön rakja támogat, hogy támkormos a kormány csak adót és szentély polyazóáján ütik. Köszönöm, megszönöm elő, fi tisztelt figyelmét. Tisztelt Országyűlés!
Most tovább a napirábbi nagyötti rendelő felszokról elkezdne következnek, csak első potént járt Ápi úrna a Pádú Fideszka a felselőképviselő Dombinek a volt meg a szó, aki halad jól az egy honos élet, honos elsiállítási külvárás vagy örökönni ma rendszer körébe fogszok már felfogni. Jönkép Rancsó úr, viselő. Nem azt köszönöm, szólt úrnök úr, tisztelt Mezehák úr, elnök, tisztelt a miniszter úr, elnök, minden elnisztelettök helyre, és úr, tisztelt képviselő két társadalatim, saj. 1920-nak után mert Árpádi Marencesság Gyarzsarma egy került az ült rál utolva fenn a mokosságható alága. Legkelőbbjük tett veszít a konterográri bal és tívős ismerő csolat kapnak tain rész nagy részét. Gondosan az dagipágérik a politikult és kísérálló embertelésen is kiszolgált szolgált helyzetot meg kezedbe került. Elvetett veszít az intékarium példávállalása a magyar államgyar ágás polgukacságust is, amely helyet 1936-45-45 könyveg dévben egy csak szűk rész volt kapott a viszi. Évtizéken kezedekztő keresztül szél beszemvon is oldolti nem mosanunk kezdető madács, ha népelt ki vagy az önmágrassától. A kis komuntaló a hatalham eltagadt etőket látványos látványosan letródott luk se, nem mit megtett ok, első tárultúj kulisrál és kifet csalamberi emberik jogasények érvítését idegse érenkébe. Ez is volt rendkültre bívül orrható, hogy be egy szín őszente Anta Arzsa a jó tisztelt minőrök erelnök 1929. június kicsodik rend kielcsetés. Törvényes vényelem értelemben a magyar közjállap, de ma minden államgyar állgánpolgárnak en a tízek a diózmil szásorkoknak hány formás kérőjeként lépőkbe legyen és bezében enő tizenjó millió mini magyar elnisztet kívülkek levánói enni. A következő nemtik politérfei mi költ, a tabánk zorványa kormol beállt a tornyújt, és a jelme parláltatával 2001. június 19-én fogon elvittadott a szédom szállamosában éjjókban magyar lőmről szrokmót szóló lénykörvő. Egy, amelyek többet között a szkoron rendkoordinával teszi, most szávezked maga, mint fogába magyarul az origan bizolványcsét utosított ülhő a külmagyar némalkoknak. 2003-ban indult Indvajda elavogi maságság gyarzsébe körében a kezdeményezdem és ezért a megszmejne a kéjös állatópol államsággár sütős lehetőség biztosik bizásítást volt a hatson tutára magyar ulim számrok számára. A kezdeményezdem és ezért vezelte el 2014-5-ben kinődik az ipszakozás. A szomor az eredború elzményúló várólás fogsvetst követően okan sok dolg gond úgy okuk, hogy rossz magyar nem szágépez ki most lemzgálni magasztagyol az ez a látott, amely a szocialista politik politikusok gyúr fercsengel az rendszer élő követően kellett emzetlen ellent el. Sebes gyógyaink esetára továbbra a kormai kártányvávetest követően lehetődött esetőség. Épp válva a polasztóra kolgáról nyújtott ütött biztgámodos társadással sok ről keret kettel helyerülhet a nevőzet kért jogiben velem egy vetítésére is. 2010-es május 26-től követően rossz Magyarországon nem már szancsaszkalvak, hanem keltek nagyit bizatja, hogy szépen vívén is eltámzeti nagy sorsát előtt felgőlösen gondkodilosulók róla, neki legyenek ártak, mert hát megben szép vagyok, meg levilágtom, tehát legnagyobb a volag lett szegentében. Az első államságás esélytét skütkre elegi, itt ez a 2011. május 5-17-ig végül került sor. Legelként ők Ács Mohamácson 17-ig a Horvári Maszág vezetőrvetettők esteket küld, majd 5-10-en a Budikéi Vádaian hárba lesz közel Mólázi Csadvai Kuhángó, azt Kolozsán Károsvápélem, Csíktve Csadá Szerenkában és Szakítkában. Az a bezótanyos bizott csodott az, hogy rősítszerített honoritási eljesélyására sikertől kerettén. Engedjék megjék két, hogy külhoni külgyörvi magyarmény véleményét imzem. Szerint szer magyar megyben remélhetnél egy az önneszerű kérem kisdés, hogy a leélelős hetőjelség se vagy nem. Ma hat nem rokutában szól szó, legfelsőbb fontos dolgozat a nemzeti egyesítése. Csá nagy gazdorkodó dálkáró tajpártja. Angol csájjal rimagyul a Jankokő ura költőnös, ahol a sincsíták indít érdát kérdezve csak egy mannyit mond. Nem is mivel nem volt, sosem magyoltunk lampirázsára polgok, a munkaszám tényleg lesz olyan legutinnel tört pillanmi pillanat, melyet mindig mi vágy is funktunk. Őbe időlik, termik, se helye szép gész elfenfem az elfogomény sem jár súlyt. És kedvek fiss képtárs előném, se nemzet a szereti ötözártozott, és bizony nevágan enni lébe, és tetnék szeretene közmondatni azok indaknak, aki honokik a hosi tonosi kiási megere adó feltársgozántába, és bírá elbisábálás észt van rének lesz. Megnő a megdetveked a tovelad lekartó legjobb csuklásnak vele megfelelően kertják el. Nem, hogy köszönöm, hogy meghattak.
Kormány Korbáns nevében Zsolt Eménytel minisztusok helyet vállalatot fogni parasszolni. Igen, tisztelt elnök, kedves kesele képviselő úr, tehát hát való történelmi téne volt, tehát akkor amik 2010. május 6-20-án az a megújjanasztott vállalatág gyorszás kilőlésben 9,7%-os többséggel javaslatunk hasonlókor meg az egyutasít egyszerűsített honos osztású szóló törvény, ami tő lehetővé tett az, hogy éregy véleink az elakikról tecsatte kerületeknél úgy lehessenek hess rá a magyar gárpolgok helyen neki hagyni el, ha föld szülőt tudjuk el. Ezáltal megint megtudított ezzel a nemzeti jogköri egyesítését. Lemondtuk most 2005 szemvének ödik egyenét szétét, s hűs és segtségesünk szent volt István Kintisünk királyi örökséghez, hiszen Kintisen Szent Ostván adta magyar a magyar nem. Nem bizán kilagáról kultúrze, úrnem, amit a tökösnyi közöm a könyel, kultúrzős kajsatúra, tényleg törtös közül sorta össék szert össze. Megy, hanem a kőtagi nemzőt is nemzet, és ez az is előző közabrongi alt, és volt, ami száz évszön kerdakon tül veszni a történelem örtérai viharsban is tartó megtartta a nemzet. És e és az, ez a, ami lehető leheszivé tett, a szimil az asszimiláció legálló megásállítását, forrás megásállítását. Ezek, ez gondolatok dolarkkal, jelentem szág az orvosnak gyűlének lér, hogy elő a tők, ez ez szállik zredi állampúgi kérság ez őrelme. És van, itt van a helünkben, házban, viráló házszág látló, öves kedvágy a család idén délvizekről, csak az ő ezre házadik. Az unok nem tud most jönni, mint a kiakap, mert nem bírták meg rád, belegőben van, itt leven az út, lehet jut, de mi nem zán, már se lett állott polingból, a társadalgárt is leseinkek lesznek, új, de rős magyarul sem vélem, hogy levük is el, őhetek, itt lehetünk, közt. Isten, itt olyan hozzá őket. Hát jelentem az orrent a gyűlészág meg, hogy ne kenő zöktes ömen, zacsánik, ajlő, honos, a hosásítá, néhe, amihez talán hat terve, most szes, ezért két, és zért, inszuk, infra, és is urálformat, infofikai, fejlesztés kell. Ez az 1100 ér nyújtán begyarása, ez azt jelenti, hogy jelenti, hogy napszá 8 kész metrel rá bírálunk-e. Ehhez emléz jön még egyve ne áron hálér, mert ez évvált néztatátos kérási kérdelem, hiszen remész tercsnek szetesen tekintoztük azt, hogy ezeken az ezekmányos okmokon magyar magyar névvel, magyar magység helyisel néve, magyar és magyar helyszerírás történjen történ a bejegyés edző. Ettől akkor csak kivor van, hogy vétel lehető az illeszkodik ragaszhoz, ahol ne, hogy magyar magyar törnyelven jön tény, de ez mind magyar ne a magyarra helyesen szerint. Ez egyébként képként milli fél jó megszetelék jelt. Azt ok, számoljon elvé. 6-9 van külként szükeleti fisajlikán zasi a honosítás, alnyitta beintolnál ruton ókítók jói, 1136 pont szörmes togárvatari hivatalban, a bevarlá vándor állási és gási polgivatági hiszonhal 23 lába vatala lett van illormányra a korkokni ablatetét tekint 20-29 helyen. Tartságban újra szásakak ámol. Külkép külletek fisel 42-41%-a be, a könyv agyatő vezet 30-39%, a vándor bevált és állásolgál állampolgatari hivon illabalra korletve hivat romány általnál 20%. Ez kérdés azért van, hiszen a hizavidi felsőek ékítető értakból okokból nem adná esen a nagyságban a cségevecselen, a konzertelok kisomlátában, ér ás ezért majd jönnek szágyarors is itt rajták betadják. Szeret itt őket némősít vissza arról lenni attól, hogy arról, hogy a Magyarország beszló, se hiávák, annak más sem lamnak áll, állampolgál, lampos, imság, máci formát nem jót ad ki. Tehát, ez ezzel százsít honos kérdásig fellelemzás dolgot folyosa, kosamat, van 6500 tejben fejesen az dolgot, ért bele nem fel, arról a kizállam, meg az állatárgazga, nem a sihasztó, közbígésnesság, viszont nemzeti jelenság, és tűnőrzi is. Azt jelenti, ez egyébként, hogy a még honos visszalások sítán, mint a tekint kilében 90% fázalati a fölött dolgozó eldolgatottság, ezre 10 lején márték is tehát az állatárgazgás ütés, és a fel az új érzés lesz köszönöknek tőenhet, ez úgy és szerbűrán nőjen, aki fog a jövő közelőben. Az levél útvadál ki, és helyén is megtudt. Arra is nem hív, szeretném figyelni a figyelmet, hogy társadalmi egyénk nem fogjátlan áurinti állami összeg pénzében végén élételen kül létre létrehozta állam az agárspolgaponság.gov.hu honlapot, ahol abban ő mind megtudható alá, hogy minden és mi érdekére és az válaszért az érdeklő. A különösen ön közti megtillett államig az állatárgazga, ami vastagon felóban uta örülmunk át is magáig, és herunkás mugezt végig. Gondolom azt gondoltam, hogy mégem, hogy meg alítsunk az önzokatmányzat kormányzatokat, ahol a legahogy ügyek töntélet inkizik, létért a védes szembre vihar, biztekere és esőbódmedárhását.
Tisztelt dolgász, a természok területében szedő súlyos álmosan dolgozunk csinálni, amiben kifogni majd négyes nemzet a rékezet emlőbözető. De a dolog az gond az, hogy a munka, ami honosít a hoskapitár végcsán vizünk, akkor neki kormányokba atalok, azon kormány önkorokba ez a külön fisebb képkenetek, és így háttalanzban meg ez marad fog magzatni a nem kezemlékben tévesztő ellenörtélet. Köszönöm. Szint napi tényelőtt rendelszi felső a kezdetben Ferenc Sifrás, ez a taxi az elem úr az észérpéréről.